Hello, hello, sziasztok! Démon vagyok, és visszatértünk újra a The Matriarchával. Kisebb, nagyobb buffixek jöttek ki hozzá már a héten, illetve bekerült elméletileg egy új választható item, az a vasszűz. Hármat is be lehet rakni. Az komoly. Szóval szerintem kezdjünk el játszani és pénzt farmolni, hogy megnézhessük ezeket. Nézzük, hogy van-e szerve. Join, please. Menjünk ide, próbáljuk meg. Egészen új formákban jelent meg ez a játék most. Úgy is mondhatnám, hogy egy kicsit kifordultam magában. Bekresselt van. Jó. Szerintem keresünk. Keresünk egy más játékot. Nála sincsen akkora pingünk, menjünk ide. Ugyanaz a játék lényegében egy Among Us. Az a lényeg, hogy kis apácánként meg kell találnunk a templomból, vagy kolostorból a kifelé vezető utat, el kell lopnunk az ajtó kódját. És közben nem szabad lebuknunk. Ha? Ugye így tudunk szépen ásni. Jó, und... Egyébként egybe van. Életlenül elnyomtam a space-t, mert haladni is kéne. Ott vagyok, Grace a társam. És most megnézzük, hogy ki lehet éppen ki az, aki meg akar szökni, ki a játékos. Helena. Hát Helenának annyi is ártatlanul halt meg. Van ott. Szé. Arra van valahol. És ezek a kis háromszögek jelzik a képernyőn, hogy a közeledben van. Sárga hármas. Egy kódot így megszereztünk. Hát, Klára is.
úgy halt meg, hogy ártatlan volt. Szépen toljuk tovább. Most nem tudunk, messze volt a kód, ezért nem arra mentünk rá, hanem lejöttünk, és akkor ássuk tovább a dolgokat. Megvan a sárga. Ez ugye a hármas volt. Jó, akkor viszont erre nem kell tovább mutatnunk. Itt szépen megyünk tovább. Ó, baszki is megtalált. Rúzsaszín 9-es. Hoppos, meghúzta a rangot. És tudja. Hát, ez van. Jó lenne, ha azért várnánk még embereket. Jó. Próbáljuk tovább így hárman. Maximum nagyobb eséllyel kerülünk be matriarkának is, és akkor azt is tudjuk egy kicsit gyakorolni. Sokan vannak itt. P1. Ugye púcs az az egyes. Megnézzük, hogy hány másodpercet állnak. Hármat. És nem megyünk le. Hát, ha ide jön, akkor lát. Most lehet, hogy lebuktam. Véletlenül volt egy plusz gombnyomás.
Úgy nézem, hogy lent van és ás. Nagyon kíváncsi vagyok, 62 kocka lett ma. És tudja. Jó, ez így nem lesz nagy játék, szerintem. Velünk, és hoztoljunk egy gémet, szerver neve. RNT. Map. Te. Rakjuk fel, jó színe, internet, public, létrehozzuk. Game setting. Random matrióka. Hide legyen. Ez így elég. Ez meg a pálya, ezzel kezdünk, jó. Szia, Puszedli! Megköszönünk szépen! A Erendil is ki is lépett egyből. Tehát miért jött be akkor? Na, most már vagyunk öten. És visszajött Krius is. Érdekes. Egyedül ő nem ready. Ő is ready. Indítsuk el. És azért vagyunk egy öten. Egy matriós. Fél, nagyon jó. A kijárat, az már megvan.
Véget ér az első kör. Helena ártatlanul fog meghalni. Így nincs. Én most nem megyek le annak taktikájából, hogyha esetleg ide téved, akkor úgy lássa Y4. Nagyon király a csapat. Szóval, hogy lássa, hogy én is itt vagyok, ne legyek mindig eltűnve, mert akkor ki lehet találni, hogy mi a helyzet. Kicsit laggol a srác. És nem volt jele. Aha. Akkor lehet, hogy ezt be kell kapcsolni külön. Na, a sárgát megtalálták. A izé is megvan. Az első, a rózsaszín vagy lila, akinek melyik tetszik. Berta is. Ó, nagyon ügyesek voltak. Setting. Ugye állítunk egy mappot. Ezt megnézzük és randomra állítjuk. Na, mindenki nagyon boldog. Leteket a csetet. Hogy ez ne legyen látható, jó. Huszedli közben visszatért. Mindegy, elindítjuk. És csak kell vadul nyomogatni. Mérjük a bárányt. Jó. Én nem tudom, mit csinál, remélem nem puszedli az. Azért nem csinál semmit, mert hogy még nem ért vissza. Kijárat már meg is van, zöld meg is van.
Mindig szerencsésen túrt valaki itt. És a lila a kettes, ezt meg tudtuk. Aha. Elég sokáig csinálja. Megnézett minket magának. Én elfelejtettem, mi volt a P. P2, oké. Okay. Viszont kevesebb szerintem az apáca, vagy csak azért tűnik úgy, mert mi vagyunk többen. Jó, ott biztos nincsen. Erre kijárat van. Zöld 9. Jó, ketten is rányomtunk. Megvolt, szép. Game setting. Ja, igen, ezről. Yeah. Random lesz. The barn. Köve. Ja, azon voltunk. Hey! Passzus! Ó, oh, én vagyok a matriuska. Kára, Emma, Helena, itt van. Kára. Emma, Helena. Ki volt az utolsó? Friend. Itt van. Itt van a kód. Itt vágják ide a bárányt. Hopp! Firma az biztos. Grace megvan. Daisy is megvan, Irma Daisy repül. Vagy írna. Úgy látom, hogy Daisy ki is lépett, tehát azt mondta, hogy ilyen nincs. Hát mindegy, akkor viszont ő repül. Őket visszaállítjuk, mert csak azért pipáltuk, azért jelöltük őket. Lássuk a nép sorrendet. Megyünk, megint elnézzük a komplist. Grace van itt egyedül. Ja, hogy ő a feladat... kijutottak. Á, szép! Na, ez a két map van egyelőre, akkor megyünk egyet a rendesen. Hágy, viszont random.
Úgy látom, mindenki kész. Nem, Puszedli nem kész. Aha. Legyen három izé, jó, legyen három. Most melyik másik map? Jó, akkor menjünk így. Van valahol a közelben. Nyolc. Ajj! Félreütöttem. Elég vicces, hogy ide nem jön senki, pedig innen a legkönnyebb megszerezni a kódot, tehát tudti, hogy innen valaki rá fog élni. Úgy viszont elfelejtettem, hogy ki vagyok. Hát nem Helena vagyok, az biztos. Igen, az előbb félreütöttem a hatost. Most nem volt egyértelmű. Most nem merek innen elmozdulni, mert az feltűnő lenne. És vajon az agint, az... Agi... Aha, igen, az agint. Agi... Agit. Az vajon arra vonatkozott, hogy a sárga is 8 lenne? Én... Ez tuti 10 volt. Miből jött volna rá? Ha csak nem nézi a streamet. Mondjuk abból. Hopp, ott egy mérit is elkapott. Daisy-t azt nem találta el. Mondjuk ha nézi a streamet, akkor telibe lőné mindenkit, mert mindenkit látna nálam. Volt egy kör, amikor nem tudtunk számot szerezni. Julia kilépett.
Halló, halló. A Júlia ott maradt, már csak Berta és Franz maradt bent. És Júliát is elkapta. Berta meg önként. Ja, hát nem biztos, hogy önként, csak jött a számra, az is lehet. Dunk. Hát ez viszont Puszedli lépett ki. Puszedli is kilépett. Jó. Miért kell állandóan? Vegyem le 45-re, azt mondja, ez 3. Várunk egy kicsit, hát ha valaki becsatlakozik. Most meg túl nehéz, hogyha háromszoros van. Sophie azt mondja, menjünk. Legyen 60 szek továbbra is. Jó, legyen 60 szek, én benne vagyok. Aha, én meg azt mondja, vagy 60 szeken legyen 3, vagy 45-ön 2, yep. Jó, akkor legyen 60 szeken 3. Így. Hopp! Elkaptam a pillanatot, amikor ready volt. Luizi vagyunk. Ki az 6? Berta. És lejött velünk. Mindegy, ásunk. Aztán vagy kiderül, hogy mi voltunk, vagy nem. Talában ide úgyse jönnek el. Rögtön harang. Nórát elkapta. Júliát is. Lizit mellé ütötte. Elég gyorsan tovább szaladt, most lehet, hogy leidézhette, hogy már kamu vagyok. Az kész.
Mindjárt kiderül. Megint elfelejtettem, hogy hanyas volt a izé. Helena, Helena ártatlanul hal meg. Szegény. Jó. Nyitva. Na, hát akkor most már csak le kell szaladni. Méri, ne! Igyezem, hogy itt azért keresztén bagoltak egy-két dolgon. Kijutottunk. Megjelent az egér. Akkor ezt háromra állítom. Hayden. Nem vagyunk. Meg vagyunk 8-an. Ő is legyen. Ready. Úgyhogy indítok. Ó. Oh. És maradunk. Almát szedni. P5. Mi a 6 másodpercet állnak az almafánál. Harmincnál jött. 4-et áll a izénél. Jó, nagyon király. Megnézzük, hogy mi a helyzet. Emmát választotta, és Emma velünk van, ne? És te megyünk ásni. Öt. Mit tudnak ilyen furcsa módon ásni?
Jött, jött. Húha, mindenki lent van ásni. Így azért meredek. Minket megtalálta. És itt maradunk fönt. Engem ijesgessél, azon nem megyünk semmire. Megpróbáltam megijeszteni. Na, nézzük, ki találja-e. Grace volt velünk, azt hiszem, úgyhogy ő van veszélyben. Vagy Berta? Berta volt velünk, hát mindegy, ő most meghal. Most kilő hármat. A Lexot el is találja. Ez baj. Mary, Mary nincs köztünk, úgyhogy ez jó. Ó, viszont ő is velünk volt. És én elfelejtettem a kódokat. Most nem merek megmozdulni, most nagyon megnézett magának. Fülembe suttogta, hogy látlak. Én tökre elfelejtettem, hogy mi volt a kód egyébként. Tök aszimmetrikusan mozgunk Luisszal, vagy Luisszival. Klára, nagyon jó. Hiába kérdezi, lehet, hogy nem találtuk még meg. Ott van. Nem jó.
És kijutottunk. Hú, hát ez már szoros volt. Visszaállítjuk karaktert. Gen 3, Hayden. Nagyon jó, mindenki ready, úgyhogy indulunk. Juhú! Ó, az igen? Ó, az igen? Mennyien indultunk ide föntről? Meri is elmegy. Mi egyelőre maradunk. Van az almáknál. Az a baj, hogy most hiába mondja, hogy almáknál elindul az almáktól bármire, úgy összefutsz vele középen. Szerintem nem tudunk olyan gyorsan kommunikálni, hogy jó legyen. P2. Na nézzük. 81 földet tudtunk kiszedni. Vagy akármi is az. És elkapta Louis-t. Ne! Megint tehenezünk. Megmaradt a P2. Megtalálták a sárga gombot, a P az még mindig 2. Valahogy nekem is le kéne jutnom, csak az a baj, hogy most rendben, megvan az exit is, nagyon jó. Szerintem most nem szúr ki. De most már jó lenne elkeveredni innen a tehenektől. Meghúzta a harangot. Elkapta Bertát. Az nem jó. Ó. Te most ügyesen kidújtotta, hogy ki az, aki. Ketten maradtunk. Hát ez kemény. Lehet, hogy elbasztam. De az a baj, hogy most megint látod, most megint nincs értelme elmozdulni vagy lemenni, esetleg a kódot meg tudom szerezni. Zöld 2-es. És egy kis kerülővel. Visszaállni a izé.
visszajön, egyből feltűnik neki, hogy eltűntem. Főleg, hogy most már csak kettőt kell keresni, és ezek szerint elég jó kigyűjtötte, hogy ki hiányzott és ki nem. Na kiderül, hogy ugye sikerül-e, vagy észrevette, hogy ott véletlenül kétszer léptem. Na, észrevette. Mindegy. Utolsó tettem, már megszereztem a kódot. G2, G2, ha most lemegy, és beüti a két kódot, hogyha megvan minden izéjük, akkor a harmadikat már ki tudja találni. Van még esélyünk. És lent van. Úgyhogy rá fog jönni. Nagyon lassú ez a izéjezgetés. És mellé lőtt. Ú, te nagyon király! Hajrá, Meri! Hajrá! Y4. Ha a kettőt meg a kettőt összeadod, akkor 4. Ektopacba vagyok. De most kőzerővel keresi a kapcsolókat. Van egy ásó. Ne! De milyen jó csapda volt. És nem jutott ki. Ez egyre nehezebb így. Előbb vagy utóbb észreveszi, hogy miért hiányzik mindig. Ez mekkora mák! Azt a rohadt! A P2, J4, G2 a kód. Úgyhogy hajrá, hajrá. Jó lenne látni, hogy mit csinál odalent egyébként. Ez mekkora személyiség, ez a kerítés. Mondjuk talán ez a fa megakaszt. Be lehet jönni mögé, de... Minek? Meg gondolom szokott oda lapátot rakni. Mekkora egy szemét. Na? Megtalálta, ne!
Igen, például ki fel, igen, random. Pitti. Milyen szép neve van. Rövidítjük, így is érti szerintem. Igen, Milo volt egyébként a Matri. És az első játéka volt vele. Hopp, ott van. Jó, szerintem így elindulhatunk, hogyha a gyerekek. El tudom indítani anélkül, hogy mindenki ready lenne. Ezt jó tudni. Hú, baszki, de megijedtem. Hát nem tudom szépen megfogalmazni egyébként. Beütötte a kódot. Inkább errefele kéne keresni a dolgokat. Ez nagyon közel van szerintem a másikon, mondjuk lehet ilyen közel egyébként, tehát na, volt rá példa. Megvan mind a három. Júlia, ez az, Júlia nincs velünk, úgyhogy jók vagyunk. Teljes fővel mehetünk tovább. Hát Kéti szerintem lebukott. Hoppá, is kijutottunk. Az mi durva már. Mindenki kész, úgy látom. Vagy még egy ilyen, megnézzük, hogy mennyire gyors, akkor nehezítünk valamit. Csak a lapátot néztem. Megszereztük a kódot. Nagyon jó. És
most eljön az első kör, ennyit csináltunk egyelőre, megvan az első kód. ...151 elemet szedtek ki. Hűha, srácok nagyon ástak. Júlia, ő velünk volt. Le is bukott. Behúzta a csengőt, úgyhogy most már csak az 515-öt. Még az is sok. Helena, ő is velünk van. De két is. Ennyire jó, mert így talált ők. Azt a rohadt. Itt olyan 3 másodperceket szoktak lenni. Ó, hát engem megnézett magának. Próbálunk megszerezni egy kódot. P3. K3. P2, G3, öt lesz középen. Jó kis izé lenne. Megy. Jó, szerintem mi tiszták vagyunk. Kérdés, hogy Alexet megtalálja-e. Biztos, hogy ásott. És megtalálta. Nézzük, mi a helyzet ide lent. A kijárat. Egyik kó sincsen beütve. Ez a baj. Hát nem lett meg.
Pedig megszedtem. És meg is talált. Hát így jártunk. Ez most nem volt szerencsés kör. Akkor jó, viszont ez a nehézség. Ez ugye random, ez 3, és akkor így meg vagyunk. Frederik nincs kész. Mert... Igen, ez egy teljesen ötös. Ez volt a varázslat. Jó. Szerintem befejezték a beszélgetést, amúgy is. Egy is szaladunk, ezt elkezdünk ásni. Jött. Jegyezzétek meg, mert én elfelejtem. Na, az exit megvan, és be is állították. Aha. Ki vagyok? Carla? Hát nem az Irén, az biztos, de viszont Irén velünk volt, úgyhogy nagyon nem jó, hogy kiesett. És maradnunk kell dolgozni. Alex most lehet, hogy lebukott, vagy én, attól függ, melyikünkre lehet figyelte. Krius, egyébként Alex, ezt most tudjuk. Hogy ejtik ki ezt női népként? 10 másodperce. Megpróbálja meglesni a kódot. Úgy látom, hogy nem sikerült. J2. Krisz lebukott. Meglátjuk, hogy meddig jut.
Jó, azt is beállította. És megvan, kint vagyunk. Uhú! Addig visszaállítjuk a dolgokat, ezt kell beállítani, meg ezt vesszük nagyobbra. Várunk egy kicsit, hát a betél vagy valaki. Hú, ezek nagyon betegek. Na, valaki? Gyorsba? Jöttek, jó lesz! Nem írunk semmit. Indítjuk. Kérték, indítjuk. Nagyon jó pozícióba vagyok a izéhez. Alex kilépett. De miért? Egyébként ki tudom szabadítani? Nem. Lehet, hogy most csak azért, mert ki is lépett egyből. Mondjuk mindegy, túl sokat nem értek vele, aki szabadítanák, annyi, hogyha két ember bukik le, akkor ő nem bukik vele, illetve nem találja meg. Nem talál másik játékos, tehát akkor őt még egyszer ki kell választania. Nem haladtunk olyan jól az ásással, én azt kell, hogy mondjam. És még Dízit is megtaláltam elé. Ejj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 
Csak a lapátot nézem meg most. Dolgozunk tovább, átszázzuk magunkat. Szerintem fönt van tehénnél. És nézi a botokat. És remélem a többiek ásnak. Milyen gyorsan szaladtunk már lefelé. Jó, szépen ástak egyébként. Kárki is volt lent. Ne, Kéti. Ártatlanul haltál meg. Nem is volt bűnös! Nem fix az idő, amiben mozognak. Szépen ide laggolt.
Cseles volt, visszajött. Emma. Emma is ártatlanul fog meghalni. Phoebus, 7. Azt hiszem igen. És te megyünk ásni viszont. Már kétszer látott minket, talán. Talán nem fog ebből megtalálni, hogy most lejöttünk. Hopp, harang. Na nézzük. Kitalálja, hogy kik vagyunk. Egyet mellé jön. Francet megtalálta. Jó, egyetőt. Egyetlőt csak telébe. Úgy viszont nem látta az előbb, hogy nem mozogtunk. Aha, itt nem jött le senki. Sárgát nem tudjuk, azt hiszem. Sőt, így ásnak ilyen furcsán. Aha, egyiket se ütötték még be. Próbáltuk leadni a forró drótot, hogy hol keresse az Y-t, tehát a sárgát. Júliát megtalálta, én maradtam egyedül. Nem áll, srácok! Nem áll! Miért? Oj, és a legrosszabb helyre kerültem. Itt lesz majd a kijárat. És megpróbálunk meglesni egy kódot. Ez a tehenekhez visz föl. Zöld 2. Tehát P7, zöld 2-nk van. Kíváncsi vagyok, hogy megtalál-e. Meg.
Meg is van a beállítás. Várunk egy kicsit, mert nagyon elfogytunk. Na. Egy ember, két ember, nagyon jó. Nagyon jó. Még egy pár pillanatot várunk. Mi? Hopp, és ott a nyolcadik játékos, nagyon király, ő is ready, indulhatunk. Így kell ezt. Teljes létszámba. Nagyon rossz helyen vagyok. Úgyhogy lejövünk ásni. Hogy csak tudjuk, toljuk ezerre. Mi az öt? Jegyezzétek majd. Nagyon király. Megint elfelejtettem, hogy ki vagyok. Annyi mindent meg kéne jegyezni ebbe a játékba. Nem Júlia szerencsére, de sajnos Júlia velünk volt, úgyhogy igazából ez bal szerencsé, hogy őt találta meg. Grace vagyok, nagyon jó, mint a klinika. J6, jó. Más is megtalálta. Az baj. Annyira azért nem AFK, és simán kilőtte az egyikünket. Szerintem már nem kellett volna kiásnom. J6. Öt, hat, kilenc. Ugye a zöldet tudjuk, hogy itt van valahol fönt. Be is van ütve. És akkor már csak a rózsaszint kell megtalálni. Bízunk benne, hogy meg lesz.
Jó, két ártatlan hal meg. Nagyon jó. És körülbelül egyezik a számunk az ártatlan apácákkal. És a játékos apácákkal. Úgyhogy nincs nagy baj. Ezt a követ most így töltjük fönt, mivel a kódot tudjuk. És lemegy azért ásni, én azért próbálok az inkognitóba maradni. Nehogy egyszerre többünket megtaláljon, azt egyszerre lőjünk ki. Minket amúgy is jól megnézett. Szerintem Louis-t meg is találta. És már pillanatot nem hagyott neki, hogy elhiggye, hogy biztonságban van. Nagyon jó. Gyorsan beugrottunk. Menjünk ásni. Ez egy durva, hogy 7 másodperces sétálunk csak azért. Az egyiket legalább ki kéne ásni, hogy lássuk. Jó. Ássuk ki, nehogy véletlenül itt legyen. Megvan. És kint is vagyunk. Nagyon szép, srácok, nagyon szép. Matriarka is nagyon jól csinálta. És mi is ezért. Mi is nagyon jók voltunk, szervezettek. Úgyhogy nagyon jó volt, nagyon szép játék volt. Jó, várjunk egy pár pillanatot. Igen, nem kezdenek egy kicsit így nyugtalankodni, hogy hát, ha bejön valaki. Vagy kimegy valaki, de be is jött valaki. Jó, hát ezt a nyelvet én mondjuk nem értem. Még várunk egy 5 másodpercet mondjuk. Jó, induljunk. Egy ember hiányzik a partiból. Így szétnéztünk lapátért. P az 5. Jó, ez tiszta. Nem tudom kiásni őket. Lejárt az időnk. Ne, Emma. Cső, tőlünk volt.
dolgoznunk kell. Szépen. Eltehénzkedünk. Aztán majd lesz valami. Hát most lehet, hogy lebuktunk már, egy kicsit messze álltunk meg a tehéntől. Viszont ásással nem haladtak sokat. Sárga 0. P5, J0. Júlia, nem buktunk le, nagyon jó. Baj, hogy itt a fal mellett sose ássák ki. Lehet, hogy ott a gomb. Aha, kettő megvan. Meg kell nézni a zöldet. Megtalálták. Szép. Na, game setting, ezt megint így, látjunk. Hopp, egy ember felvesztettünk. Ez nem jó. Várunk egy kicsit, hát belép valaki. Így, így, nagyon ügyes. Kész is, várunk még egy pár pillanatot. Hopp. Valakinek nem jó. Kim Kong vajon egy kórai úriember? Valószínűleg annyira izgult, hogy most már ki kell menni pisilnie. Itt még megpróbáljuk megvárni, még visszaér. Na? Lett egy nyolcadik emberünk is, szerintem ő is rögtön ready. Igen, ő is visszatért, és ő is ready. Nagyon király. Na. A sorokba elnézünk lapátért. Most itt maradok álcába. Menjünk a kút másik oldalára, ezt a sarkot is megnézzük lapátért. Úgy látom, nem téved erre. Meg kéne lopni a kódot. Nyolcas. Nagyon jó. Beírták.
Ó, és neki már ilyen mágián égetése van. És persze, tehát meg is találta. Ez így nem jó kezdés. Rögtön az első kör után egyel kevesebb emberünk van. Nincs, is sincsen lapát. I8. Baszki, te jók. Jó, hát én akkor lemegyek ásni. Nagyon király. Hogy állunk egyébként kockával? Nem túl jól. Jó, Krisz nincs velünk, úgyhogy ez nagyon jól jött most. Ja, hogy harangozott? Ó. Két is nincsen velünk. Legrosszabb esetben ebbe a körbe csak egy embert vesztünk. És nem. Viszont így most sokkal nagyobb eséllyel fog a legkövetkező körbe tőlünk választani. Alex megy. Bebaggolt. Mi? Próbáljuk megszerezni? Nem, a temetőn keresztül kellett volna. Nem lesz meg szerintem. Az utolsó pillanatban szereztük meg ezt a kódot. És még mindig nem tőlünk választott. Nagyon jó. Sárga be van állítva, zöldet tudjuk. A ping meg 7-es volt talán. Hopp, Nóra kilépett tőlünk. Ne, Nóra, miért? Egyébként az a vicces, hogy már szerintem a harmadik kör, amit végig dolgozunk, és nem futottunk össze a matriarkával. Na itt van. Egyébként elég furcsa gondolat, hogy a kút és a vödör között kell járkálni, mintha a kút hordanánk a vödörbe a vizet. És így kérdezem én, hogy akkor mivel hordjuk a vizet? Pohárral? Ugye Nóra alapból kiesett. Hú, és most már kapta Júliát is. Ez baj. Jó, hát nekünk most itt már maradnunk kell. Viszont valószínűleg elkapott egyet. Nem tudom kiszabadítani. Csak
csak erre voltam kíváncsi. Tehát, hogy ő biztos kieső. Nem is értem, hogy miért arra indult. Hát arra kezd a matris is. És már csak ketten maradtunk. Akarom mondani, egyedül maradtam. Pont azt tudjuk, azt látjuk, amit láttunk eddig is. Mindegy, én itt leugrom. Megpróbáljuk megkeresni a gombot. Ezt lássuk ki, ezt lássuk ki. Az ott fal lesz, az egész biztos fal. Ezt a fő... Hát, jó. A baj, hogy most már annyira kevesen vagyunk, hogy iszonyat feltűnő. A rózsaszint keresték ők is. Ez a zöld. Szerintem telibe fog lőni. Kétszer körbe sétált a pályán, igen. Áj. Kifogott rajtuk a rózsaszín gomb, pedig nem ment rosszul. Heten vagyunk, várunk egy pár pillanatot. Ja, ott van egy jó... Jó, tehát van egy Notre-Dame. És Jessica csatlakozott. És mindenki ready, úgyhogy indulhatunk következő kalandunkra. Franz itt marad, úgy látom, mert hogy ő ab. Nem nagyon találok lapátot. Erre fölkezdek. Egy embertől kapásból megváltunk, nagyon jó. Kettő, három. Ez így kemény lesz azért. Exit az már megvan. Nem csak egy ember esett ki. Nem, Mary is kiesett. Ja, Mary van ott. Hát a... Négyen maradtunk. Tulajdonképpen három embert vesztettünk kapásból. Ez így
Szerintem alapból bukás. Jajajajajajaj. Igen. Így még inkább bukás. Elkapkodtam. Ezt most nagyon elkapkodtam. Pedig én csak virágot akartam hozni az elhunyt társak emlékére. Meg a sírkövükre. Na. Jó ízt választottam a imádozatnak, ami jó, már hogy ő legalább nem volt köztünk. Na, most random kilő hármat. Hát vagy nem olyan random. Kíváncsi lennék, hogy honnan tudja. Eltalálja vajon az utolsót is? És el. Kiti volt. Van egy Notre Link. Ő is ready, úgyhogy indulhatunk. T8 nagyon király. Csak szedjük. Kört most erről szól, hogy kiszedjünk mindent. Mondjuk már nem is kellett volna. Na, kiesik a választás. Emma. Hát, engem telibe lőtt. Ez így, ez egy teli találat. Tehát szerintem most mehet és lottó. Átnézem a pálya szíveit, hogy... Hol van lapát? Valaki remélem legalább fölveszi. Megnézik a kódot. Itt van. Most ott van.
Kezd nagyon furcsa lenni ez a dolog. Jó, most mellé lőtt legalább. Ez is lottó. És valaki ki is lépett tőlünk. Jó, Helena lebukott. Két sem már nagyon mozdulni. Két is Louise fog benn maradni. Igen, ez egy teljes telibe. Ő is volt, tehát láttam, hogy elmozdult. Együtt szellemeskedünk Nórával. Hello, Nóra! Ez a egyetlen gondolat a játékba, ami nem igazán jó. Na, ez az ijesztgetés. Mert hogy különösebb hatása nincs a matőra, és egyébként iszonyat nehéz beadni. Hát érdekes, elég jó tolja. Egyre durvább matrikat kapunk. Vége is. Ja, elkapta valószínűleg. Hát jó. Gyerője, fölrakjuk így. Ő egy visszacsatlakozó. Hopp. Ketten is kiléptek. Hopp, mindenki kilépett. Jó, akkor mi is kilépünk. Keresünk egy partit. Legyen fun. Nem fun. Typhoon. Igen, ez megint egy jó betöltés volt, köszönöm. Haha, join. Nézzük. Itt van. Én beredizek, készen állok egy utolsó körre. Milyen szép nyelvet beszél. És már el is indultunk.
Nincs tovább várakozás. Yeah. Most bal szerencsékre nincs itt a lapát. Szétnézzük. Olyan, mintha sokkal jobban belennénk most zoomolva a játékba. Egy ember kilépett. Ugye ő lépett ki. Simán kidőttem elé Klárát. Mi volt a piti? És került kétszer beküldenem. Jó, na másni kéne, be kéne ütni a kódot, amíg tudjuk. De majd megkeressük a többit is. Telibe. És harangozott, úgyhogy mindenki megvan, az igen. Na hát, szerintem mára ennyi elég volt. Megnézzük, hogy mennyi pénzt szedtünk össze. 485 van. Úgyhogy egész jól állunk. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor kövessetek be, és gyertek vissza máskor is. Sziasztok!